Ha megnézzük az európai szabályokat, akkor azt látjuk, hogy Nyugat-Európa legtöbb országában ma is sokkal szigorúbb szabályok vannak érvényben, mint Magyarországon. Ennek az egyik oka, hogy ott úgy tűnik, hogy a harmadik hulláma is megkezdődött a vírusnak. Szeretnénk ezt Magyarországon elkerülni, ezért a jelenlegi szabályok fenntartása indokolt. Ez azt jelenti, hogy március 1-ig érvényben marad az online oktatás a középiskolákban, és az esti kijárási korlátozás is. Gulyás Gergely azt mondta, tudják, hogy nehézséget jelent a szabályok betartása a szolgáltató szektornak, és ez komoly veszteséggel jár nekik. A miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, a gazdaságot is próbálják segíteni, eddig 27 milliárd forintra érkezett igény bértámogatásra, amelyből 7 milliárdot az államkincstár már folyósított. Hozzátette, a közigazgatási hivatalok mindent megtesznek a bértámogatások kifizetésének felgyorsítása érdekében. Eközben más európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is alakult egy vendéglátóipari csoport, akik azt fontolgatják, hogy februártól kinyitnak. Azt mondják, a tulajdonosok kifogytak tartalékaikból, a bértámogatások kifizetésével pedig komoly gondok vannak. Harmati Ákos egy dombóvári söröző tulajdonosa 14 munkavállalóval dolgozik. Korábban televíziónknak azt mondta, ők is a fennmaradásért küzdenek. A legrosszabb ez a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, hogy mikor és mit csinálhatunk. Szóval meg van kötve a kezünk, de úgy gondolom, hogy ha kinyithatunk, akkor, hát akkor úgy gondolom, hogy bombarobbanás fog történni itt egész Dombováron, vagy a környéken, vagy akármelyik étterembe. Úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke úgy véli, a vendéglátó szektornak a mostaninál több kormányzati támogatásra lenne szüksége. Javaslataikat összeszedték és eljuttatták a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához. Itt gondolunk elsősorban adójárulék teljes kedvezményről, hiteleket, méghozzá 100%-os hitel támogatást kértünk erre a területre, és a béreknél is egy 12 havi járulékkedvezményt kérünk. A kamara úgynevezett újranyitási támogatást is adna a vendéglátósoknak, mert sokan már most tartozásokat halmoztak fel, és nem lesznek képesek újra talpra állni és kinyitni, ha a szabályokon enyhít majd a kormány.